2009-ben egy egyedülálló programsorozatot láthatott a nagy közönség Budapesten. Két asszonynak az áldozatos munkája és az ötlete nyomán megalakult a Nemzetközi Cigányfilmfesztivál. Nagyon boldogan állok ma itt, hogy harmadik alkalommal is megnyithatom ezt a fesztivált, de mégis kicsit remeg a kezem, hogy a két asszony közül ma már csak az egyik lehet velünk, őt Kala Évának hívják. Aki ma már nincs velünk, ő Sós Mária, akiről még a fesztivál alkalmával hallani fogunk. És köszönjük szépen az ő édesapjának, hogy megtisztelte jelenlétével a fesztiválunkat. 2009-ben kezdtünk, mint egy 40 roma tematikájú filmmel indult a fesztivál, és 2010-ben is megtartottuk ezt. Ezreket vonzott a fesztivál, és ma este, 2012 tavaszán, amikor itt állok, akkor nagyon meg vagyok hatódva, mert soha ilyen sok ember nem jelent még meg a megnyitón. Nagyon sokan kérdezhetik, hogy
mi a célunk ezzel a fesztivállal. Filmeket fogunk bemutatni, koncertek lesznek, workshopot tartunk média szakembereknek és érdeklődőknek, divat bemutató, kiállítások. És azon túl, hogy betekintést szeretnénk nyújtani a hazai cigányság, valamint a nemzetközi cigányság életében, az együttélést szeretnénk megkönnyíteni, és szeretnénk, hogyha nagy közönség is láthatná azokat a filmeket, amik a mai magyar, valamint a nemzetközi cigányság életét dolgozzák fel, azokat a problémákat, örömeket, bánatokat, amiket napjainkban a körülöttünk élő emberek, a velünk együtt élő emberek, mi élünk át. Van a fesztiválunknak egy védnöke is, akire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. A Kossuth díjas Szent Andrássy István, kérem, megkönnyítsa meg a fesztivált. Szép jó estét mindenkinek! Szilvási Pista nincs itt. Én voltam velem. No, hát ez a nagyon nehéz. A Timi az rendkívül gálás és nagy vonalban. Ez jól esik, de rendkívül nem tudok vele mit kezdeni. Tehát én Szent András István maradok, festészettel foglalkozom, immáron 30 éve. Ezt semmiért és senkiért nem adnám oda, tehát. De Timi, nagyon köszönöm meg. Barom, jól esett. Hogy kell védnöknek lenni, én azt nem tudom, életemben először csinálom. De azt tudom, hogy nem rossz helyre védem. Nagyon széles, csontos hátam van, úgyhogy elég sok dolgot ki tudok védeni. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ma a roma kultúrát több mint sértően mellőzik. Több éve van már, évával elég sokat keserbünk rajta, magunk elég szerény és elég, hogy mondjam, zaklatott idejében. Többen vagyunk így. Minden alkotót sért, és minden alkotót joggal bánt az, amikor nem fejezheti ki azt, amire az egész életét rátette. A hitelét, a tapasztalatát. Mindezt a nagyon fontos dolgot, amit egy hiteles alkotó lesz. Ami nekem nagyon-nagyon fontos ebben a dologban, hogy az Évát, aki 30 éve ismerem, barátok vagyunk, bizonyos dolgokban alkotó társak, azt látom, hogy a keserűségtől még az a fajta alkotó kedv is elmegy, amit akár az illúziója jelent. Álmot lopni az valami hihetetlen nagy bűn. Pillanatban én úgy látom, ez körülbelül 10 éve visszamenőleg. Én nem szeretem ezt a hivatalos, ilyen nagyon unható megnyitókat. Úgyhogy azt szeretem viszont, hogyha hozzátok úgy beszélek, hogy segítsetek. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek, tehát vannak az alkotók, és vannak, akik ezeket az alkotásokat befogadják. Itt nagyrészt, hála jó Istennek, befogadók is ülnek. Semmi másra, soha egy művésznek nincs szüksége, csak befogadókra. Tehát a befogadók hitelesítenek minket, erőt adnak, és a legfontosabb dolgot adják, azt a fajta méretetlen tiszteletet, amitől a tartása lesz meg azoknak a művészeknek, alkotóknak, akik ezt a hihetetlen gyönyörű sorsot bemerik vállalni. Na, ebben nagyon közösek vagyunk. Ugyanis a tehetség egyetlen egy dologban azonos velünk, hogy a Jóisten mindannyiunknak valahogy jó a genetikánk, mert a Tehetség című történet működik bennünk. Mindannyiunkban, akik itt ültek. Kinek így, kinek amúgy. Vannak, akik ilyen hihetetlen lemondások árán azt mondják, hogy egyszerű életet akarnak. Ezek az emberek a legtiszteletre méltóbbak, mert még nem jutottak el odáig, ami a valós tehetségük. De ez valami hihetetlen szorgalommal teszi. Nagyon-nagyon fontos, Magyarországon érez az ember egyfajta ilyen társadalmi fásultságból fakadó, könnyű ráfogni az emberekre, hogy nem érdekli, mert nem a francot. Az embereket nagyon-nagyon érdekli a művészet, a hitelesség, és az a közösség, amit együtt szeretnénk érezni, és együtt szeretnénk gondolni.
Na, úgy gondolom, egy védnöknek ilyeneket kell mondani, vagy ilyeneket is kell mondani. Ha ez bejött, akkor kérem, ne tapsoljon. Mert az a színészek ajándéka. Egy védnöknek ez az öröm, hogy ennyit beszéltek. Hát akkor, amit én nagyon-nagyon örömmel látok, és ezt tényleg nem látok is már 3 éve, hogy nagyon sok fiatal van. Sokkal több, mint amit az Éva gyanított volna. Nagyon örülök Juniornak, azoknak a fiatal tehetséges embereknek, akik egy zokszó nélkül azt mondták, hogy idehozzák a tehetségüket, rajságukat, úgyhogy jó Isten áldjon meg benneteket ezért a nagyvonalú lépésért. Minden művész kérek arra, soha az életben meg nem bánható dolog nagyvonalúnak lenni. Nekem van egy fixe ideál magammal szemben, hát én 55 éves fiatal ember vagyok, és azt mondtam, hogy eddig nagyvonalon éltem. Már nagyvonalon belehalni, nagyon-nagyon kurva izgalmas dolog lesz. Dobnál ki a telefonom, aki tudtam. Bocsánat. No, szeretnétek még valamilyen hivatalos, hogy a filmelentés? Nagyon szívesen benne vagyok. Kinek van ez az ennyi? Lehet. Tudtam elhagyítani. Nem vagyok egy műszaki zsérnék, most ezért nyitok meg egy... No, legalább meg tudtam nevetetni, hogy ezek 30 ember... Na, lehet, hogy szakmát váltok. Nagyon örülök veletek lenni, ez tényleg jól esik. Jól esik az, hogy ma azt mondja, hogy Roma Film Fesztivál, és ide jön legalább 60-70 ember, és még röhögni is tűnik egy ilyen... Fasz a gyerekem, mint én mondjuk. Én arra kérlek benneteket. A védnökségnek van egy jó története, amikor a másikat be tudja vonni ebbe a dologba. Bármi, ami kultúra. Én nekem szentséges hitem a roma kultúrával való elkötelezettségem. Ez nagy szó, de sokkal több ennél. Ugyanis ebbe fogok belehalni, hála a jó Istennek. És ha még egyszer születnék, majdnem hasonlóan bevállalnám ezt a dolgot. Hihetetlen jól esnek a barátaim ebben a dologban. Ezt most a fiataloknak mondom. Ha nem találtok jó mestert, mert az majdnem egy kiváltság. Nem, az ennyi volt. Ha nem találtok jó mestert, én nekem elmondom a tapasztalatommal, ha megfogadjátok, de ez szívemből, hogy nagyon figyeljetek oda a barátaitokra. Mert a barátoktól jobb mesterem nekem a mai napig, de én elmondhatom Fátyol Tivadar, aki most már majdnem 6030 éve a barátom. Rettenetes nehéz barátság, de szentségesen szép is. A barátaitok nagyon-nagyon jó tanácsokat tudnak, minden nap ismernek benneteket. Ez bármilyen művészet, ha nem a művészet, az élet bármilyen területén olyan erőt adnak. Ragaszkodjatok foggal, körömmel, és azt várjátok el másiktól, hogy foggal, körömmel ragaszkodjon hozzátok. Mert a barátság szentsége nagyon sok dologra megtanít benneteket. Ha nincs jó mester, a jó mestert még merjétek megtalálni. Mert ez az alapja mindennek, ami a művészet, egyensz képzőművészet, bármilyen társadalmi filmművészet. Hát ha én tanulhatnék, a filmművészet, Federico Fellini, az olasz iskola az, amit én hihetetlenül visszamennék a 60-as évekre, hogy megtanuljam, mert fantasztikus nagymesterek vannak. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Szeretném, hogyha nagyon sok filmet nézzétek. 30 film lesz versenyben. Nagyon drukkoljatok mindegyiknek, mert minden filmkészítés mögött hihetetlen sok álmatlan éjszaka van, nagyon-nagyon sok. Tényleg nagyon komoly emberi küzdelem. Szóval a film egy nagyon nagy varázslás. Én, mint festő, néha napjának acélkodom azzal, hogy mi lenne, hogyha egy-két képen megjelenne. És az a zseniális, ezt most komolyan mondom, annyira kínos nekem itt. Így jobb. Az a nagyon jó dolog, hogy amikor azt mondom, hogy én és Jóisten János, Fajult és a Bederóci János, a másik és ha már filmről beszélünk, azt nagyon
nagyon, tudjátok, János nagyon fiatal kora óta ismerem, és a magazinnál nagyon-nagyon sok filmmel megtisztelt, és még olykor elfogadta a tanácsomat is. Bár nekem lenne szükségem tanácsra. Tehát amit még nem fejeztek be, tehát amikor megfestek egy képet, mondjuk a Lindrit, és megnézek egy rendezőt, és ötöm csak azt látom, hogy meg tudtam a filmet úgy csinálni, hogy nem is ismerjük egymást. Na ez mekkora varázslat? Mi? Na, ugye? Na, próbáljátok meg, hogy amikor érzel valamit zenébe, vagy bármibe, és azt mondod, hogy ezt így megálmodnád, még milyen jó lenne nekem, ha én ezt így le tudnám egy színpadon táncolni. És egyszer csak megnézel egy filmet, és ugyanott vagy. Ezt az ember az ősember kora óta tudja. Érted? Nagyon jó az emlékezetünk. Én kívánok minden rendezőnek, akit ismerek, nem ismerek, hogy a Jóisten adjon neki nagyon sok pénzt, az álmát meg tudja, mert sajnos a filmkészítés nem egy olcsó mulatság. De hogy minden filmre, ami hitelesen jó, és tényleg azt a nagy érzést, ami bennünk éppen nagyon gyenge, mert a romantikában vagy éppen nem vagyunk olyan nagyon szerelemre éhesek. De mennyire jó dolog az, amikor az ember ezzel találkozik, hogy mégis van benne. Ezek azok akkora varázslatok, amik ezt a nagyon-nagyon keserű néhai hétköznapunkat tovább tudják vinni. Én imádom a filmeket, nagyon-nagyon sok filmet néztem meg az életemben, bármikor szívesen leülök egy pár iskoláról, mert hihetetlen jó beszélni a filmről is. Nagyon nagy álom jár a film. És álmodni néha napán olyan jó, annyira jó, úgyhogy merjük együtt megtenni, úgyhogy tudál meg közösen pátyorokat, meg főleg. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Esetleg nem volt elég védnöki a cuccát. Köszönöm.